Szívélyesen nyitja ki a kis kézműves műhely, és egyúttal otthonuk kapuját Versegély Ferenc párja. Majd a házigazda is stábunk elé siet, melegen üdvözöl minket, majd elsorolja gyorsan az elmúlt évek fejlesztéseit, és büszkén vezet körbe minket a felújított műhelyében. Ott nem kellett sokat várnunk, rögtön beavat minket abba, hogyan is vált az orvosnak készülő Ferenc fazekasmesterré. A történet 1955-re nyúlik vissza, akkor költözött az akkor 5 éves Ferenc és családja Tolnára Alsónyékről. Ferenc itt járt általános iskolába, itt kezdte el a gimnáziumot, de Bonyhádon fejezte be. Közben édesapjához sokat járt vendégségbe Sárköz utolsó nagymestere, Tamás László. De mielőtt elindul, tudnia kell, hová akar menni, és mit érhet el választott útján, még ha esetleg egész más eredményhez jut is el, mint amire számított. Fülep Lajos idézete közel áll Versegély Ferenc szívéhez. Megfogott ez a gondolat, hogy nem biztos, hogy oda jutunk, ahova terveztük. Uh-huh. És igazából én egy fazekasnak indultam, és én ma is annak vallom magam, én nem kerámikusnak, én fazekasnak vallom magam, mert csodálatos mesterem volt, szexuális születésű Tamás Laci bácsi, és ő inspirált rengeteg dologra. Hát ugye én a habámba beleszülettem, ezt lehet majdnem mondani, mert az 50-es években kezdte el a papa megújítani a fehér habát. És édesapám és ő nagyon jó barátok voltak. És amikor minden évben kétszer-háromszor jöttek hozzánk Tolnára, Kaposvárra, és mindig hozott egy-egy újabb kísérletét, a munkáját, hogy nem már itt tart, és hát engem gyerekfejjel ez úgy mirizgált. Aztán ugye ez abban maradt, és hát az érettségi után, na, hogy mi legyen. És akkor így jött a Boros Mária néni, a édesapám kolléganője, ő vetette föl, hogy hát figyelj, állandóan rajzotok édesapáddal. Én nem leszek mészelte fazekasnak, hát a Tamás Laci bácsiék is állandóan itt vannak. Így is lett, Ferenc lekerült Kaposvára 1969-ben, és ahogy ő fogalmaz, kapott egy nagy lehetőséget, mégpedig azt, hogy Sárköz utolsó nagymesterénél Tamás László keze alatt tanulhatta ki a fazekas mesterséget. Természetesen tehetség és a keze is kellett ahhoz, hogy eljusson oda, ahol jelenleg is tart. A műhely kialakításán, ritmikus mozdulatain, vagy az, ahogy az agyagért nyúl, mindenen a munka iránti szenvedélye, a fazekas mesterség szeretete érződött. Nézzük csak! Nem tudom még, hogy mi lesz belőle, lehet, hogy egy boros korsó lesz belőle. Én igazából orvosnak készültem édesapám után, de aztán ugye nővéremet nem vették fel, mert ugye abban az érában kontraszelekció volt, tehát az orvosnak nem lehet orvos gyereke, és akkor így választott, így lett ez. De én biztos, hogy én most is ugyanezt választanám, mert az alkotás örömére nincs szebb. Tehát az, amikor én elkészítek valamit, és én látom, hogy abból örömet okozok, hát ennél felemelőbb érzés nincsen. 10-100 000 elényt elkészítettem az elmúlt 48-49 évben, és hát én minden darabot szikrózok. Most ez fennmarad. Ez ha tetszik, hanem fent fog maradni. A híres versegi kék habán kerámia létrejöttének titkát is megtudhattuk. Az eredeti színek közül a zöld és a sárga színt ugyanis Ferenc kihagyta. Ez a maga nemében páratlan. Így lett a versegi féle kék habán, hogy a színes kék habánból lett csak a kék-fehér és barna színnel. Ez lett a versegi féle kék habán. Nekem szerencsém volt abban, hogy a kék és a sárga habánba beleástam magam, mert ugye piszkáltak érte,
gondolták, hogy jó lenne, mert kihal nincs. És mivel ezeket sikerült megcsinálnom, azért úgy gondolták a fölterjesztők, komoly nagy tudású néprajzosok, hogy hát megérdemelném ezt a népművészetmestere címet. És én azt hiszem, hogy ez a legcsúcsa számomra, de a legnagyobb kitüntetés nekem az volt, amikor a mesterem 91. születésnapjára sikerült egy állami kitüntetést eszközölni neki, és felkísértük őt, Bestre meg a feleségét, és miután átvette a díjat ott a fogadáson, a miniszternek azt mondta, hogy nem a tanítványom, hanem a kollégám. Így mutatott be a miniszter úrnak. Na most én azt hiszem, hogy egy olyan nagy tudású mester, mint ő, ha engem kollégájának elismert, akkor talán a legnagyobb kitüntetést kaptam az életbe. Mert amikor megcsináltam a kék habát, elmentem hozzá, megmutattam, és azt mondta, hogy ezt honnan szedted? Hát mondom, papa, kikísérleteztem. Aztán gyerek, én ebben nem mertem belevágni, mert egy kicsit túl sok, és egy eléggé nehéz út, mert sokat kellett járni múzeumban. Kiszedtem belőle a zöldet és a sárgát, és így, és amikor ezt bevittem, akkor azt mondták, hogy húha, ez hogy jött? Mondom, az az igazság, hogy nekem nagyon tetszik az, de ez még jobban. Verseki Ferenctől megtudhattuk, a habán egészen más, mint a fazekasmázas technika. Ezek az edények vörös agyagra, fedőmázzal, ecsetes technikával készülnek. Ferenc az edényt először zsengéli, magas hőfokon fonnyasztja, utána mázolja fehér-sárga, vagy éppen kék fedőmázzal, majd azonnal festi is. Van a fehér, ami a köztudatban maga a habán, de vannak más alapszínek is. Az elmúlt években újította meg a kék és a sárga alapszínek több árnyalatát. Ezek a színek az erdélyi alvinci fazekasság színei voltak, és most Verseki Ferenc azon fáradozik, kísérletezik, hogy ezek ne merüljenek a feledésbe, és maradjanak meg a ma is élő népművészetnek. Közel 50 éve rendszeresen zsűriztett, azóta sok száz alkotását fogadta el a zsűri bizottság. 1973-ban elnyerte a népművészet ifjú mestere címet, 1974-ben az népi iparművész címet. Kezdetben az agyagipari szövetkezetnél, utána pedig a budapesti népművészek szövetkezetének volt a bedolgozója. 1984 óta viszont önmaga ura. Azt is megtudhattuk tőle, hogy kell a nyugalom az alkotáshoz, különösen a festéshez. Volt már, hogy olyankor hangosan rám szóltak, és kiejtettem a kezemben az edényt. Igen. Mert teljesen, tehát nem ott vagy, én az edényben vagyok olyankor. Verseki Ferenc azt mondja, nem csak rengeteg gyűjtő munka kell, nem csak a múzeumokat kell járnia ahhoz, hogy ilyen alkotások jöjjenek létre, hanem tisztába kell lenni a fizika és a kémia alaptörvényeivel is. Az agyagnak az a tulajdonsága, a levegő van benne, az agyagban elég egy gombos tüfejű, szétrepel az elég. Most ebbe, ez egy dupla falu elég. Ebbe eddig ér le a pohár, és a többi levegő, és nincs szétrepelve. Most ezt, amikor a múzeumnak csináltuk a kutatást, nem tudták, hogy ez, mert mindegyik meg volt valahol repedve, és ez nincs megrepedve. Na most ugye, hát miért? Kérdezték, hogy miért. Most mondja, mert elmondtam neki, mert ez nem normál égetéssel lett égetve. Hanem? Négyszer annyi ideig. Ah. Tehát az, hogy szakaszosan. Ment egy kicsit lekapcsolva, hogy a hőtágulás, hogy nagyjából ki legyen. Akkor ehhez kell a kémia, amit az előbb említett, meg a fizika. A fizika. A kémia, mert ugye a levegő könnyebben melegszik, gyorsabban tágul, mint az agyag.
most ezt a kettőt tudom kompenzálni, akkor tudok oda eljutni, hogy nem repet szét. Bersegi Ferenc a kiállító termében mutatott egy-egy olyan remek művet, amivel akár két napig is dolgozik. Azt is elmesélte, hogy a habánok korongolták az edényeiket, még a szegleteseket is. Sajnos ma majdnem minden ezzel foglalkozó önti az edényeit, mondja Bersegi Ferenc, mely nem sajátja ennek a hagyománynak. Na hát ez is egy köralkú forma, és elkezdem ott a korongon szögletesíteni. És mire ilyen sarkos lesz, ebben dolgozom két napot. Tehát több mint 10 óra. Mire mert hogy ne repedjen, hanem ez olyan legyen, úgy maradjon meg. Tehát ebben az a helyzet, hogy ezeket az edényeket nem tömegével csinálták annó a kollégák, hanem egy ilyen kis mesterrel nekik csináltak. Mert egyet és az a helyzet, hogy a habánok annak idején nem úgy voltak, mint a paraszti fazekasok, hogy vásárolni jártak. Letelepítette őket egy nemes úr, Betlen, Bátori, Rákóczi, és az ő birtokukon éltek. Ős kommunában. Bersegi Ferenc úgy véli, a fazekasság maga a csoda, mert egy marék úgynevezett földből percek alatt egy használati tárgyat lehet létrehozni, miközben a népművészet és vele a régi hagyományok is fennmaradnak.